épp test és épp lélek. Ez a jelmondat is bizonyítja, hogy az egészségfejlesztési iroda Székesfehérváron rendkívül fontos feladatot lát el. Nem volt ez másként azon a szűrőnapon sem, amelyet az alsóvárosi közösségi házban rendeztek meg. Mészáros Attila, a választókerület önkormányzati képviselője örömének adott hangot, hogy a székesfehérvári polgárok egyre többet törődnek egészségükkel és jelennek meg a szűréseken. A nagy öröm, hogy első alkalommal tudtuk megszervezni itt a Sóstó Vadvédelmi Központ és Közösségi Házban a alsóváros őrhalmi szőlők és sóstón élők számára ezt a lakossági szűrőnapot. Köszönöm szépen az egészségfejlesztési irodának és munkatársainak, hogy vállalták ezt a szombati napot, és hát valóban látható, hogy nagy az érdeklődés. És örülök, hogy az itt élők is fontosnak tartják a szűrőprogramokat, a prevenciót, és reményeim szerint ez sok-sok betegséget meg fog tudni majd előzni. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok megerősítette, tovább folytatódik a prevenciós program, amely segít abban, hogy az egészségmegőrzés természetes legyen minden városlakó számára. Nagyon örülünk neki, hogy valóban színvonalas egyrészt az alapcélnak, az állatok gyógyításának, befogadásának a helyszíne, és hogy a közösségi térben pedig ilyen programokat tudunk a városban, a városrészben élők részére biztosítani. Ez nagyon népszerű, nagyon sok tényleg, akiknek szántuk az itt helyben, a környéken lakók jönnek, de persze már kérdezik telefonon mindenhogyan, hogy mikor lesz a többi városrészben is, úgyhogy igyekszünk mindenhova eljutni. Ezen a napon az egészségfejlesztési iroda munkatársai segítségével EKG, kardiológia, melanoma szűrés, testösszetételmérés, bokakari index meghatározás, csontsűrűségmérés került a fókuszba. A fiatalabb korosztály is képviselteti magát most már ezeken a szűrővizsgálatokon, tehát azok, akik aktívan dolgoznak, hétvégén van idejük, sokan jönnek családostól. Ez a helyszín, ez mondjuk kimondottan izgalmas is lehet ilyen szempontból, mert amíg a gyerekek nézelődnek a madarak körül, vagy valami kis információt hallhatnak a programokról, a Vadmadár Kórház programjairól, addig a szülők szürethetik magukat, és ez egy nagyon-nagyon jó helyzet. Az alsóvárosban ismét megtapasztalhattuk, az irodának köszönhetően egyre inkább népszerűek az általuk szervezett közösségi programok, illetve a népegészségügyi szűrések a lakosság körében.